Illusztris vendégek érkeztek szerdán az újpesti mesevárosba. Az UTE, illetve az UTE baráti kör képviselői hozták el a sportklub meglepetéseit a rászoruló újpesti gyerekeknek az ajándékgyárba. A küldöttség tagja volt az újpesti legenda, a 17-szeres válogatott, 9-szeres bajnok Tóth András is, aki 12 éven át rúgta a bőrt lilafehérben. Az újpesti torna egyletnek nagyon fontos, hogy minden rászoruló gyerek részesüljön azokban az ajándékokban, amihez nem jutnának hozzá. Szeretnénk minél jobban megismertetni ezekkel a gyerekekkel az újpesti torna egyletnek a működését, és ezzel egy pici kis ajándékkal szeretnénk őket biztatni arra, hogy szeressék ezt az egyesületet. Ehhez pedig a hajdani nagy játékos szavainál alig ha kell több. És ha ezt még az ajándékokkal is megfejeljük, ráadásul, ahogy látjuk, van is mivel, tényleg megdobban a lila szív. Nem nagy ajándék ez, amit mi hoztunk, de egy pár olyan labdát, amivel a gyerekek, amikor nincsenek iskolában, nyugodtan fotballozhatnának. Ezek a labdák tehát hamarosan itt pattognak majd valahol Újpesten. És könnyen lehet, hogy a gyerekek közt, akik majd rúgják, ott lesz az Újpest új Tóth Andrása is.